Alig, hogy véget ért az iskola, már is mehettek a strandra a fiatal kézilabdázók. A Magyar Kézilabda Szövetség strandkézilabda albizottsága megbízásából minden megyében szerveznek egy strandkézilabda tornát 13 és 14 éves fiúk, illetve lányok számára. Nyíregyházán a megszokott helyszínen a Sóstói strand homokján mért össze tudását 8 együttes. Mint a versenyigazgató elmondta, a hagyományteremtő céllal életre hívott torna egyben kiválasztó is volt. 2008-2009-es születésű gyerekek, illetve sportolók részvételével kerül lebonyolításra a mai torna. 4 fiú és 4 lány csapatunk van, 6-6 mérkőzést játszanak körmérkőzés formájában. A célja ennek a tornának tulajdonképpen a tehetségek felfedezése, hogy az egyre inkább népszerűbbé váló strandkézilabdába válogatott játékosokat is tudjunk adni az országnak a mi megyénkből is, mint ahogy a teremkézilabdába is sikerült eddig. Korábban már voltak korosztályos válogatott csapatok a szakákban, aztán csak a felnőttekre koncentrált a szövetség. Most ismét fókuszba kerültek a fiatalok, így Rácz Sándor már válogatott szemüvegen keresztül figyelte a játékosokat. A kézilabda ugye önmagában Magyarországon rendkívül népszerű és eredményes, nemzetközi szinten is eredményes sportág, számtalan szakága, programja működik. Az, hogy itt a strandkézilabda most kezd honosodni, voltak már itt korábban is gyökerei, de ez egy utánpótlás korosztály, egy megcélzott 2008 és 2009-es korosztály. Célok közt van az is, hogy a leendő magyar serdülő válogatottban, amint itt feltűnik olyan tehetség, abba az irányba menedzseljük, jelöljük és egyéb. Ez a mai rendezvényes szolgálja. A mezőnyben ott volt a tiszavasvári csapata is. Mint edzőjük elmondta, a lányok nagyon készültek a tornára. Mindenképpen szeretnénk nyerni. Azért jövünk egy tornára, hogy meg szeretnénk nyerni. Készültünk rá. Két és fél hete járunk heti 3 alkalommal. Ott Tiszavasváriban a tábor területére van egy jó kis strandkézilabda pályánk. A lányok lelkesek, mindenki minden edzésen ott volt. Igazából meghívást kaptunk erre a tornára. Tornavölgyi Gergő keresett meg minket, azonnal igen mondtam. Úgy gondolom, hogy nyárzárónak vagy évadzárónak ez kiváló. Ezzel lezárjuk ezzel a szép nappal. Ha még egy pozitív eredmény születik, elsők lennénk, akkor nagyon boldogok lennénk. Végül teljesült az edző kívánsága, csapata megnyerte a tornát. A jövő hét végén ismét kézilabdáznak a Sóstói strandon, akkor a 3. Hungis tornán junior és felnőtt együttesek is játszanak majd a homokos borítású pályán.